Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal megmutatok néhány rövid videót a Youtube-ról, az Amerikai Egyesült Államok gazdaságával kapcsolatban, nemzetközi kapcsolatok, amiként vélekednek a jelenlegi helyzetről különböző nemzetközi vezetők. Mielőtt ennek nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Hagy olvassak fel néhány idézetet a Bibliából, mert szeretném, hogyha mindenki jobban érteni a párhuzamot, az írások, illetve jelen esetben az Egyesült Államok között, ami úgy gondolom, hogy mára egyértelművé vált. Ez jelenések könyve, 13-os fejezet, 11-es vers, azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Hogy bárki elhiszi el, hogy ez egy utalás az Egyesült Államokra, az mindenkire rá van bízva. Én annyit szeretnék csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy az két szarva van, és olyan, mint a bárány, de közben úgy szól, mint a sárkány. Ez azt jelenti, hogy van két hatalom ebben az egy birodalomban. Minden fenevad egy birodalmat jelöl, és ebben a birodalomban van két hatalom. Most, hogy ezt úgy vesszük, hogy a demokrata vagy a republikánus, az lehet, de én inkább azt javaslom, hogy a világi és az egyházira lenne érdemes gondolni. Az USA megalapításakor teljes függetlenséget ígért mindazoknak, akik megérkeznek oda, beleértve a vallási függetlenséget. Ettől függetlenül keresztény alapokra épül az egész ország. Azonban mára egy szekuláris világ alakult ki a világon belül, az USA-ban. És egyértelműen ez az a pont, ahonnan minden fertő szétárad a világban. Szóval úgy néz ki, mint hogyha keresztény lenne, úgy is beszél, azonban amit mond valójában, a jelentése azoknak, és ahogyan viselkedik, az olyan, mint egy sárkány. A sárkány pedig az ellenséget reprezentálja. Azt akarom, hogy értse mindenki, hogy ez az ország úgy tűnt hosszú ideig, hogy keresztény alapokon nyugszik, azonban a háttérben mindig is az ellenség volt az, aki munkálkodott az Egyesült Államokon keresztül. Azt állítja magáról az Egyesült Államok, hogy keresztény alapokra épül, azonban minden cselekedete ellentétes azzal. Ezért mondom, hogy úgy néz ki, mint keresztény lenne, mintha egy bárány lenne, azonban, ahogyan viselkedik, az a sárkányhoz hasonló. Még egy szakaszt meg akarok mutatni, ez pedig a következő. Az jelenések könyve 18-as fejezet. Én úgy gondolom, hogy Babilon értelmezhető számos különböző módon. Egyrészt lehet a Vatikán, másrészt lehet az Egyesült Államok. Azt gondolni, hogy az USA nem szerepel jelenések könyvében, miközben ez a világ meghatározó hatalma és ereje több száz éve, az naív. Elkerülhetetlen, én úgy gondolom, a végidő proféciája az Egyesült Államok nélkül. Nem egyszerű meglátni ezt benne, de a következő szakasz, jelenések 18. második, harmadik fejezet így szó. Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, minden tisztátalan gyűlőrséges madárnak tömlöcévé. Ez a végét jelenti ennek a birodalomnak. Mert az ő paráznasága a haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak és a Földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Utána folytatja egy figyelmeztetéssel, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Hogy elképesztő súlya nyom a nyomalatba az, ami történik az Egyesült Államokban, még úgy is, hogy 2019-re 24%-ra csökkent ami szintén egy hatalmas meg megdöbbentő eredmény, de még mindig a negyede. 300 millió lakos és a világgazdaságnak az egy negyede. Ezért írja a Biblia, hogy siratják a földnek a kalmárai és a kereskedői, mert nincs, aki megvegye az áruikat. A világgazdaságot az Egyesült Államok tartja fent, olyan, mintha az lenne a szíve az egész kereskedelemnek és gazdaságnak, és ameddig az él, addig megy a gazdaság, és amint bármi probléma ott beüt, akkor az mindenkire hatással lesz. Ha megnézzük a másik oldalát ennek a kis grafikonnak fölül, a két párhuzamos stíknak, akkor látjuk, hogy Kína 4%-a volt, míg már 16 a 16%-a lett. Tehát Kína meg négy szerezte a részesedését, míg az Egyesült Államok majdnem a felére csökkent ugyanazon 60 év alatt. Na ezen a ponton rátérek a rövid videókra, amit szerettem volna mutatni. Eritrea elnöke, Isaiah Afwerki a következőket mondja egy csúcs találkozó. Manufacturing anything at all. It's printing money. Hogy egyáltalán semmit nem gyártanak az Egyesült Államban, pusztán pénzt nyomtatnak. Semmit nem gyártanak, csak pénzt nyomtatnak. And this has been one of their weapons. Globally, the monetary system, the global monetary system, controlled by dollar és ez az egyik fegyvere az Egyesült Államoknak, ugyanis a globális pénzügyi rendszert azt a dollár mozgatja. Szóval az euróval együtt a dollárral kontrollálják a világot, itt szankcionálják az országokat, ott szankcionálják az országokat, lezárják a számlákat. Has been one of their tools és ez egy eszköze annak, ahogyan irányításuk alatt tartják az emberiséget, ugye az Egyesült Államok és az Európai Unió. Ez az, amiről beszél az eritreai elnök ezen a csúcs találkozón. This is not going to continue indefinitely. És ez nem folytatódhat a végtelenségig. And we need a new financial architecture. És szükségünk van egy új globális pénzügyi szerkezetre, vagy architektúrára, egy rendszerre. Ez az, amiről beszélnek már most ott. Úgy, hogy az Egyesült Államok nem is tudom, hogy jelen van ezen, de az afrikai vezetők egy jelentős része. Vladimir Putin biztos vagyok benne, hogy vagy Kína is már mind szervezkednek egy új globális rendszer létrehozásán. Meg kell értenie mindenkinek, hogy ez azt jelenti, hogy végéhez közeledik a jelenlegi rendszer, hisz már megy a, már a patkányok hagyják el a süllyedő hajót. Láttuk az előző ábrán, hogy mennyit csökkent az Egyesült Államok részesedése. Mindjárt nézzük majd tovább a videókat, csak értse meg mindenki, hogy ez a jelenlegi gazdasági rendszer végét jelzi az, ami történik. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.